Most pedig szeretném átadni a szót Váli Dezsőnek, aki be fogja mutatni nekünk a Kánaanot. Ezt a történetet, amit most felolvasott az Zoli, ezt mindig megkörnyezem, ahányszor hallom. A könyv, hát én naplókat szoktam írni, amúgy is, könyvben is. Most ez a Kánapló, ez a Kata, a feleségem. 23 éve írok napi naplót is a blogomban, a honlapomon. Ez egy ilyen gondolkodás, meg esemény, meg hencegés, ez a mezeje. Ez a Kánapló, ez egy ötlet volt. A Katát 2021. februárban diagnosztizálták, hogy gyógyíthatatlan beteg, 3-5 éve van hátra. Egy gyógyszer van, ami ezt valamennyire lassítja. Ez az, ha Isten nem gondolja másképp, akkor ez így is fog történni pontosan. Hálát adunk érte. A könyvet úgy csináltam, hogy a könyv az ezzel a nappal kezdődik, a 2021. februári diagnózissal, hogy attól indítva megnéztem a naplóimat, illetve beütöttem a komputerbe a kataszót, és ahol kijött, ez lett a könyvnek a lényege, amikor róla van szó. Aztán két segítőm volt, az egyik valamennyire bővítette az ötleteivel, a másik pedig valamennyire szűkítette a könyvet. Tulajdonképpen ez a könyvnek a története. Egészen szokatlan Isten ajándéka, hogy milyen fajta békében élünk azóta. És akkor a könyv bemutató, tessék, parancsolni. Akkor megtörtént a könyv bemutató, ugye? Köszönöm szépen, ennyi.